Lehet az élet 50 felett is tartalmas, vallja Endrei Judit. A Magyar Televízió egykori munkatársával tegnap a Honvéd kaszinóban találkozhattak az érdeklődők. A népszerű bemondó jelenleg a kor határtalanul klubokat szervezi, így a tévés múlt és a személyes élettapasztalatok mellett erről is beszélgetett vele Farkas Tibor, a K11 művészeti és kulturális központ vezetője. Endrei Judit szerint nem arra kell várni, hogy a világ megváltozzon, az első lépést ugyanis mindig nekünk kell megtenni a boldogság felé. Az itt lévő 50-eseknek, 60-asoknak, 70-eseknek én mindig arról beszélek lehetőségeimhez képest, hogy miért jó, miért érdemes ezt az időszakot is élvezettel tölteni, hasznosan tölteni, megkeresni azokat a lehetőségeket, amitől az ember nem azt érzi, hogy most már az életem vége felé lépegetek, és ja Istenem, már akkor nem is olyan sok van hátra, hanem tényleg valahogy úgy élni, hogy még mennyi dolgot tudok az életemből kihozni, még mennyi ember számára lehetek hasznos, kezdve a családom, tágabb környezetem, vagy kis közösségek számára, hogy én magam milyen új dolgokat tanulhatok meg, hogy mi mindent csinálhatok, a testemmel, a szellememmel.